Sokan használták ki az augusztus 15-i hivatalos ünnepnapot és az ezzel járó hosszú hétvégét. Stábunk Marosvásárhely legnépszerűbb, a pihenni és kikapcsolódni vágyok legkedveltebb helyeire látogatott el megnézni, hogy mekkora a tömeg. Augusztus 15-e nagy boldogasszony napja. Romániában hivatalos munkaszüneti nap, így a legtöbb munkahelyen szabadnapot kapnak az alkalmazottak. Stábunk Marosvásárhely kedvelt szabadidős helyeire látogatott el, miközben a városközpont ma kihaltnak mutatkozott, ezeken a helyeken, miután az időjárás is kedvező volt, hullámzó tömeget találtunk. A víkendtelepen rengetegen váltottak jegyet, hogy a napsütést és a fürdőzést élvezhessék, de más helyeket is kedvelnek a látogatók, főleg a nyugodtabb környezetet. Vannak fák, árnyékosabb, kellemesebb a környezetben, a városban ugye nincsen olyan zajosabb is az autók miatt, meg másabb, sokkal barátságosabb, természetesebb itt a zóna. A Somostető népszerűsége is töretlen, itt is sokan, főleg fiatalok és családosok töltötték az időt a játszótéren, vásároltak maguknak ennivalót és édességet, vagy az állatkertet vették célba. A gyerekek híradónknak elmesélték, mit vártak a legjobban az állatkertben tett látogatás során. Hát az, hogy olyan tollukat szerezzek onnan, ott vannak bent tolluk, és hogy közel menjek hozzá. Marosvásárhely kikapcsolódást szolgáló tereit és látványosságait egyébként nem csak a helybéliek látogatták szép számban, bőven akadtak olyanok is, akik távolabbról látogattak a városba a hosszú hétvégén.